A kiállításon megjelenteket Nagy Tiborné intézményvezető helyettes köszöntötte, majd Balajtiné Sütő Margit intézményvezető helyettes felolvasta Sári Kovács Szilvia alpolgármester köszöntőjét, aki személyesen nem lehetett jelen a megnyitón. A Jászújra kreatív alkotó kiállítás megnyitójára érkeztek ma a vendégeink. Az intézményük, a Vadarász Imre Egyesített Óvoda pedagógiai napok keretén belül az első programunk, amikor megrendeztük ezt a kiállítást. A kiállításon mind a 8 tagovodából az ügyeskező gyermekek újraalkották a hulladékokat, és ebből készült a mai kiállításunk. Meghirdettük tagovodákban a gyermekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, és az óvodapedagógusokkal közösen születtek ilyen remek alkotások, és ennek az volt a lényege, hogy azokat a hulladékokat, amelyeket igazából már nem tudunk mire használni, hát a gyermekek kreativitásán, ötletességen múlott, és ilyen remek alkotásokat készítettek belőle. A vizuális tehetséggondozó műhelyeket olyan óvodapedagógus kollégáim szervezik, illetve tartják, akik maguk is tehetségesek ezen a területen, és nem csak óvodapedagógusok, hanem van egy Dajka néni, aki nagyon ügyeskező, és az ő alkotása, az ő képei is megjelentek a mai kiállításunkon. A megnyitón közreműködtek a Kinizsi utcai óvodások, majd Balajtiné Sütő Margit és Pánt Ildikó képviselő minden tehetségműhelyes gyermeknek ajándékot adott át. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy nagyon sok játékot készítettek, és akkor ugye a otthoni kis tevékenységek közben elővehetik és játszhatnak vele, vannak társas játékok, vannak kézügyességhez alkalmas játékok, illetve az óvodába természetesen oda is visszakerülnek, és úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy értéke van, hiszen a kézzel és saját magunk által készített eszközöknek, játékoknak még nagyobb hatása van, és talán úgy gondolom jobban meg is becsüljük ezeket.